Ungvári Miklós vagyok, olimpiai ezüstérmes. Nézzétek ti is a Zene Show TV-t. Attilán, ugye lehet látni ezt a két éves kihagyást. Úgy gondolom neki verseny szoknia kell. Ugye a versenyeken való légkört, a szőnyegbiztonság az, ami hiányzik, azt lehet látni. Nagy elvárás nem volt magammal szemben, azt mondtam, jó meccseket akartam vívni, szerettem volna úgy elhagyni a szőnyeget, hogy örömmel megköszönve a közönségnek, hogy ennyien kijöttek szurkolni, és majdnem megnyerték már a mérkőzések egyharmadát nekünk. Hát majdnem sikerült, ha mondjuk még itt a 8 közéjutásért megcsináltam volna azt a kötelező egy mérkőzést, akkor azt mondtam, hogy teljesült volna az az elvárás, amit magam elé tűztem. Talán csak magamnak köszönhetem azt, hogy elbuktam ott az utolsó 40 másodpercben ezt a mérkőzést. Kézbe tartott meccs volt, kicsit bánt a dolog, de még úgy érzem, hogy van hova erősödnöm, és van hova egy pár kilót felszedni. 63 kg-ban a Gercsák Szabin, úgy gondolom, hogy ő viszont, amit te ma teljesített, tehát 16 évesen, hetedik lenni az első felnőtt világversenyen, ezt az osztrák lányt is, ugye azt tudni kell, ez az osztrák lány junior EBVB győztes, 23-as EB-n érmes, felnőtt versenyeket is nyert már, úgyhogy az fantasztikusan küzdött, illetve olyanoktól kapott ki, akik most ugye egy, az orosz lány döntős, az izraeli lány pedig most nyerte meg a bronz csatát, tehát egy két érmestől kapott ki, és úgy gondolom, hogy mind a kettővel partiba volt. A koncentrációmmal volt gond, volt probléma, az a pillanatnyi kihagyás, hogy összekapaszkodtam vele, mindennek ellenére, hogy nagyobbak súlyban, én nem éreztem, hogy annyival jobbak. Tényleg itt egy picit kellett volna talán magamat megerőszakolni, egy picit agresszívabbnak lenni, és akkor ez az elveszített mérkőzés lehetett volna az enyém, vagy megtartani azt a vezető pozíciót, és akkor nincs miről beszélni, akkor itt vagyok a délutáni programban. Dolgozunk rajta, és remélem, hogy legközelebb ilyen szarvas hivat nem követek el. Bacskó Berni 63 kg-ban ugye hozta az első megkérdezésen a kötelezőt, utána a papírforma érvényesült, a francia lányat az elején lehetett tudni, a világranglista vezető döntőzik, és én úgy gondolom, hogy az be is húzza itt az Európa-bajnokságba, tehát neki azért sorsolása így nagyon rossz, úgy gondolom a Berni, és amit lehetett, a maximumot kihozta magából, jó küzdött, hát sajnos már ez ennyire volt elég. És 70 kg-ban Szabó Franciska, ő is egy kört ment, és a 8 közéjutásért pedig a német lánytól kapott ki, szintén a bronzmérkőzésért fog menni. Súlycsoportváltás mennyit jelentett számodra? Hát természetesen az nagyba befolyásolt. Hát ugye ezt tudni kell, hogy ezek ilyen 77-78 kg vagy akár többek is. Én 72-ben mértem be. Még tényleg van mit mind erőben, mind súlyban kicsit magamra szedni, és hogyha megmarad ugyanez az állóképességem, ugyanez a gyorsaságom, akkor leszek én igazándiból itt 3 kilóval beerősödve. 81 kilósoknak úgy gondolom, hogy nagyon jól küzdöttek, szépen elmentek egészen a 16-ig, egy gyönyörű ipponokkal nagyon jól küzdöttek, és utána mind a ketten a Szabolcs egy belgától kapott ki, aki szintén bronzmérkőzésért megy, a Csoknyai Laci pedig egy grúztól, aki szintén a bronzmérkőzésben érdekel, tehát úgy gondolom azt kell látni, hogy iszonyatosan erős a mezőny, nagyon kiegyensúlyozott, rengeteg ország képviselteti magát az érmes mérkőzéseken. Én úgy gondolom a két nap mérlege alapján, ugye van egy Európa-bajnoki arany, 7-5., 7-7. Helyezés, úgy gondolom, hogy holnap bízom benne, hogy lesz érem, vagy akár érmek, és akkor mindenképp pozitívan zárjuk ezt az Európa-bajnokságot.